Sziasztok! Ismét jelentkezem egy hát érdekes, de nagyon-nagyon fontos témával, mert hogy hát lopják a történelmet, ez minden vallásnak sajátja, nem csak a borzalmas, undorító kereszténységnek, amivel mi meg vagyunk áldva. Hogy jobban értsétek, hogy ez hogyan történik, hagyj hozzak egy mai korbeli példát. Egy kétnapos hír, hogy a Free SFE mozgalom kapta az európai polgárdíjat, amit az Európai Unió annak, illetve azoknak oszt ki, vagy ad, akik az alapkartájában foglalt értékek mellett kiállnak, és valami nagyon maradandó, fontos dolgot csinálnak. Itt ugye arról volt szó, hogy a Színház és Filmművészeti Egyetemet is, mint minden mást, a Fidesz kormányzat ugye úgy döntött, hogy mint minden értéket, ezért ezt is olyan tulajdonjogi helyzetbe kell hozni, hogy a magyarországi választásoknak aztán már végképp semmi értelme ne legyen, és övék legyen ez a dolog valahogy akkor is, hogyha már elbukták az egyébként jelentéktelen választást. És hogy a diploma munkájukat, diploma megszerzésében fektetett munkájukat a diákok megmentsék, ezért más intézményekkel, külföldi intézményekkel működtek együtt. Na ennek a tevékenységnek az eredménye az, amit díjazott tulajdonképpen az Európai Unió. Na most tételezzük fel, hogy teszem a 100 év múlva valaki visszatekint a történelemre, és a következő kijelentést teszi, hogy a Fidesz, vagyis a Fiatal Demokraták Szövetsége olyan csodálatos emberi tevékenység, emberi polgári jogi tevékenységet folytatott Magyarországon, hogy lám, még az Free SFE mozgalom is mindenféle ilyen polgárjogi díjat nyert az Európai Unióból. Ugye milyen undorító hazugság? Tehát a pont az ellenkezőjét állítaná ez az ember 100 év múlva, mint ami valójában történt, hiszen az egész a Fidesz ellen történt, és nem a Fidesz által. Az egyetlen kapcsolódási pont, amire épülhet az a kijelentés, ez a hazug kijelentés, az, hogy itt vannak a Fiatal Demokraták Szövetsége, meg itt vannak ezek a Free SFS-es, úristen. De borzasztó kifejezés ez így. Szóval itt vannak a srácok, akik ott hagyták ezt az egyetemet, és megcsinálták a magukét, és a mozgalom keretében díjat nyertek. Tehát itt vannak ezek a srácok, és hát ők is fiatalok, meg demokraták, meg itt vannak. Hát ez biztos ugyanaz a kör. Tehát mivel ez itt a Fidesz korszaka, és ebben a korszakban nyerték ezt a díjat, ezért ez biztos, hogy a Fidesz eredménye. Tehát ez lenne a szofista hozzáállás a dologhoz. Na most... ez azért remek példa, mert ugye mai korunkbeli és pontosan tudjuk az igazságot, és látjuk az összefüggéseket, de a történelmi példák, vagy a történelmünk egésze tulajdonképpen, az tele van olyan eseményekkel, amit mindig az abbali korban aktuális vallás képviselői magukénak tekintenek, mint eredményeket, és ez egy alja szemenszedett, gusztustalan, tetves, patkány, büdös hazugság. Amikor a keresztények azt állítják, hogy sötét középkor nem is volt sötét, mert akkor elindult a tudomány, meg minden, és ezt a kereszténységnek köszönhetjük, ez egy pontosan ugyanilyen hazugság. Volt ott kereszténység, de az, amit a kereszténység adott hozzá, úgymond az élethez, az ezt nem előre vitte, hanem visszatartotta. Szoktak ilyen baromságokat mondani, olvastam mindenféle ilyen keresztény honlapokon, hogy keresztények alapították az egyetemeket, és ezért is a keresztények oktattak, és a keresztények vitték előre a tudást. És... hát az a helyzet, hogy tehát más nem alapíthatott egyetemet, mert ugye ez volt a hivatalos vallás, tehát igazából kötelező volt mindenkinek kereszténynek lenni, aki a közéletben bármi némi megmozdulást csinálni akart. Márpedig az az alapvető ötlet, hogy olyan házakat építsünk, aminek az a célja, hogy a fiatalokat beletereljük, és ott majd az idős, tudós emberektől ezek a fiatalok tanulhatnak. Most ez az ötlet, ez mindenkinek eszébe jutott, vallástól meg politikai hozzáállástól teljesen függetlenül. Tehát ez a világon mindenütt megtörtént, és mindenki tudományos tevékenységet kezdett ebben előbb-utóbb folytatni, mármint amikortól a tudományos gondolkodásról ugye rájöttek az emberek, hogy az nem csak egy ilyen
büdös baromság, mint a Biblia, hanem konkrétan működik is, tehát hogy így eredményei vannak, érted? Tehát még az imádkozással semmit nem lehet elérni, érted? Tehát egy kiadós maszturbálással nagyobb eredményre jutsz, mint bármivel kapcsolatban, mint egy imádkozással. Addig a tudománynak eredményei vannak, de ehhez a kritikus gondolkodást el kell sajátítani, meg a tudományos kutatásnak a feltételrendszerét fel kell állítani, és aztán követni kell. Na most ez persze mindenütt megtörtént, így vagy úgy, előbb vagy utóbb, na de nem a vallások által basszák meg, hanem a vallások ellen. Tehát a vallások mindig is a szent kinyilatkoztatást hirdették, a tudósokat megégették, azokat a tanokat sutba vágták, könyveket égettek, tehát mindenféle baromságokat végeztek. Na most, sőt, egyébként nyíltan, egyenesen a tudomány ellen dolgoztak aktívan, és ennek történelmi bizonyítékai tengernyi van, meg olyan példa is, ahol teljesen abszurd módon kitüremkedik az, hogy mi is az, hogyha a kereszténység belenyúl valamibe. Mondjuk gondoljatok olyasmikre például, hogy az ilyen nagyobb kastélyak, várak, meg mindenféle más építészeti csodák építkezésénél, ott mindenféle vallási nézetben volt, nem kell ezt a kereszténységre leszűkíteni, mindenféle vallási nézetben voltak ilyen idióta elgondolások, hogy az Isten majd akkor fogja védelmezni azt az épületet, hogyha az valami szent földre épül, és hát attól lesz szent a föld, itt aztán már mindenféle más humbug sztorik belejönnek, de az egyik ilyen humbug sztori az lenne, hogyha oda gyerek van temetve, újszülött, és akkor ezért van az, hogy a vár falába, ugye, vagy alá, az alapba, ugye, újszülött csecsemő teteme kerül bele, hát, hogy aztán az él és ott hal meg, vagy már eleve halott, az most mindegy, ez már részletkérdés. De a lényeg az, hogy nézzétek meg, tehát az egész építménynek minden egyes működő eleme, struktúrája, statikai stabilitása, az egész épület úgy, ahogy van egy tudományos eredmény, az a rész, amit a korvallása hozzátesz, az a halott ember tetem, aminek semmi értelme nincs, viszont statikailag kvázi még gyengíti is a szerkezetet, mert nyilván ha a tetemein ugyanúgy kő vagy tégla vagy bármi más lenne, ami az épületet alkotja, akkor nyilván stabilabb lenne a szerkezet. Na ez az a rész, amit a korvallása hozzátesz, az összes többit a tudomány tette hozzá, ami a vallástól meg teljesen független. Tehát így akarják, meg hát nem akarják, így lopják a történelmet. Tehát akármi történt egy történelmi korszakban, az a vallás, ami akkor hivatalos volt, annak a képviselői mindig fröcsögve pofázzák, hogy de ez a mi eredményünk, mert a mi Istenünk csinálta, és neki köszönhetjük, és mi adtuk hozzá, és egy. A másik oldala ennek a dolognak az a pénz, ugye, tehát ugye mivel a államhatalom az annak idején, hát a királyság által, meg aztán ugye különösen totális összefüggésben volt a kor vallásával, ezért az egyházakba tömte a pénzt, ugye a állam, a király, vagy bármilyen uralkodó rendről legyen is szó, és ezt a pénzt aztán ugye a vallásosok osztották ki kvázi, és ezért ma úgy hivatkoznak erre, hogy nézzétek, mi mennyi jót tettünk, hát mi adtuk a pénzt ahhoz, hogy ez épüljön, hát mi adtuk a pénzt ennek a művésznek, hogy a csodákat, ezeket a fantasztikus, örökéletű és felbecsülhetetlen értékű műveket létrehozza, és mi adtuk, és a mi Istenünktől, és a többi. Az ugyanaz a hazugság, hát annak idején nem lehetett más választása egy művésznek, vagy egy tulajdonképpen egy tudós embernek se nagyon sokáig, ha érvényesülni akart, mint hogy tulajdonképpen lefeküdt valamilyen szinten ezeknek a szemét embereknek, akik között biztos voltak egyébként jó indulatúak is, tehát ez nem egy teljesen egy gonosz összeesküvés volt, tehát biztos volt, aki naívan elhitte ezt az Isten hitet, és egyébként jó szándékú ember volt, de összességében véve szervezetileg ez egy gonosz átbaszás, és ő is csak egy áldozata volt ennek az átverésnek. És az a helyzet, hogy aki ma arról fröcsög, hogy a kereszténységnek milyen történelmi eredményei vannak, az nagyon jó esély, éjjel gyakorlatilag egy hazug az ember, aki ezt csak azért állítja, mert nem akarja megérteni a valóságot, vagy mert hülye mind a segg, és képtelen rá, hogy megértse a valóságot, mert olyan atommódon átmosták már az agyát, és beszopta ezt a humbugot az Istenéről, hogy ebből kigyógyítani már nem lehet. A gyógyszeres kezelést meg ugye egyelőre nem adják neki, hiszen, mint tudjuk, a
vallásos hitet nem tartják elmebetegségnek, csak a tünetei azonosak. No, hát ennyit a történelem lopásáról, és hamarosan újra jelentkezem egy másik témával. Sziasztok!